Egyedi Péter dalszerző énekes, nem egy biztonsági játékos. 30 éves koráig középvezető volt egy multicégnél, és beutazta így a félvilágot. Aztán úgy döntött, hogy szakít ezzel az egésszel, és tulajdonképpen a semmibe ugrott. A biztonságos keretek elhagyása a zenében is jellemzik. Erről fogom őt kérdezni, és persze vers és irodalom kapcsolatáról. Sokan azt gondolják, hogy nagyon nagy bátorság kell ahhoz, amit te 30 évesen megléptél, hogy otthagytál egy jól jövedelmező állást, egy sikeresnek mondható karriert egy multicégnél, és tulajdonképpen nem volt biztos vagy fix kapaszkodót, hanem a semmibe ugrottál. Hát nagyjából a semmibe azért kellett az a hit magamba, hogy van annyi közöm a zenéhez, meg a zenéléshez, amiben én azt gondoltam, hogy meg fogom találni valamilyen szinten a számításom, szóval, hogy volt ez a bizalom magamban. Volt két zenekarom, mind a kettő működgetett, számomra kedves módon. A zeneiparban láttam a jövőmet, akkor már dolgoztam a fesztiválnak és a fishingnek, meg voltak más ilyen kiegészítő kis melóim, be egyrészt jól éreztem magam, másrészt meg úgy tűnt, hogy így ezzel el lehet lenni. Annyit tudtam, hogy volt ez a multi, és hogy nem onnan akarok nyugdíjba menni, tehát hogy nem láttam magam, hogy ott üldögélek tovább 8 órákat egy íróasztalnál, meg volt sok utazás, az mondjuk jó volt, de mikor máskor, hanem 30 évesen ugrok még be ebbe a dologban. Nem volt család, meg gyerek, úgyhogy... Mennyire készültél tudatosan erre a pályára? Összetetten tudok rá válaszolni, mert a zene az egész életemben ott volt a családban, ott volt bennem, aztán kijött belőlem, aztán az elkezdett embereket érdekelni, és ez egy ilyen tök jó dolog. De ugyanakkor az is egyértelmű volt, hogy nekem ez a valamim, vagy ez az, amiben így nem nagyképűen, de mondjuk talán tehetséges vagyok, vagy így tudok valamit mondani, esetleg a világnak, vagy az országnak, vagy 10 embernek, vagy ez már tök mindegy, de hogy így ezt gondoltam annak a valaminek, amiben így megtaláltam magam, és így jól is éreztem magam benne, és úgy tűnt, hogy van bennem valami, ami tényleg így ki akar jönni. Ez egy ilyen tök jó biztos tudat, hogy ez az, amivel nekem talán dolgom van így a világban. Másik opció az volt, csak aztán azt elvetettem, hogy síoktató leszek. Tirolban. Síoktató Tirolban. Tehát ez mindig is jól sieltél? Hála Istennek a szüleim voltak annyira figyelmesek, hogy így a kiskorunktól kezdve a nővéremmel mind a kettőnket vittek mindenfele sportolni, meg mindenféle ilyen művészeti dolgokra, kórus, meg zenesuli, meg ilyenek, és a síelés az egy ilyen közös családi kikapcsolódás volt. Tehát a sport a síelésen kívül is egyfajta kikapcsolódási vagy feltöltődési időfelület? Hát sokáig nem, mert én versenyszerűen cságáncsoztam, judóztam, olyan 6-tól 14-5 éves koromig, és akkor ez igazából egy gerincet adott az életemnek. Tehát, hogy az egy... Szerintem, ha nem sportoltam volna, akkor nem az lennék ma, aki vagyok. Nekem a judó az adott egy olyan gondolkodásmódot, meg gerincet, meg csapatjátékra nevelést. Ez egy ilyen meghatározó élmény volt. És kamaszként lázadó voltál? Nem. Tehát én valamilyen szinten mindig is túl jól nevelt voltam, és így inkább az lett az én lázadásom, amikor ebből a jó neveltségből próbáltam meg kitörni így jó sokkal később, amikor rádöbbentem, hogy ez azért annyira nem jó pofa, hogy mindig túl nagy a megfelelési vágy. Meg hát az ember akkor nem is tudja szabadon alkotni, hogyha benne van valami, bármi megfelelési. Ez inkább kényszer. Emberi, szóval sokkal pszichésebb dolog. A zene az egy ösztönös ügy, tehát hogy a zenében nem tudok nagyon hazudni. Hogyha megfogok, akkor szólok is előtte. Tehát mit tudom, én csináltam reklámzenét, óriási vihart váltott ki a közösségi médiában, az ismerőseink körében, de hát... Honnan tudták, hogy te csinálod? Hát nem megosztottuk. Ja, megosztottad, és akkor utána érkeztek a kommentek, hogy apró pénzre váltottad a tehetségedet? Én meg annyit mondtam, hogy ja, végül is igen, nem a tehetségemet, hanem szerintem csináltam egy viszonylag jó dalt, persze lehet utálni, de abból a pénzből meg el tudtam venni a nagyanyámat egy wellness hétvégére életében. Először ő is megtette azt, hogy fehér köntösbe beszálltunk a liftbe, aztán lementünk a -2-re, és ott meg medencék voltak. Tehát ugye neki az nagy élmény volt kb. Mint amikor először repülőn ült még 90-es évek legvégén. Amikor Bob Dylan Nobel-díjat kapott, akkor elindult egy ilyen vita, hogy mennyiben teljes értékű vers egy dalszöveg. Mit gondolsz te erről? Vagy te mennyire keresed a versekben a ritmust és a dalt, a dallamosságot? A versekben a ritmus és a dallamosság az szerintem egy kategóriára nagyon jellemző, egy kategóriára nagyon nem, vagy nem feltétlen. Nem keresem. Tehát, hogy szerintem egy versnek nem lételeme, vagy nem szükségesség az, hogy dallamos vagy ritmusos legyen, hanem hogy pont az a lényeg, hogy olyan képeket villancson fel az én fejembe, vagy olyan gondolatokat indítson el, ami meglep, vagy amire nem számítok, vagy ami jól esik, vagy ami kényelmetlen helyzetbe hoz, tehát hogy kivált belőlem olyan konkrét dolgokat, amire nem gondoltam volna, tehát hogy történik valami abban a pillanatban, amikor én elolvasom. Szerintem ez a fontos. A lovas is mondja, hogy azért a végigolvassa a szövegeit, a 80%-át nem gondolja annak, hogy elmegy versnek. Én, ha végigolvasom a szövegeimet, a 95%-okat nem gondolom annak, hogy elmenne versnek. És pont azért, mert nem versnek íródtak. Tehát akkor végülis a dalszöveg meg a vers, az két teljesen külön dolog az értelmezésben. Szerintem nem hazugság, ha ezt kijelentjük, igen. De viszont vannak átjárások, vagy működhetnek így úgy. A rájátszásban ez hogy működik szerinted? A rájátszásban úgy működik, hogy átírjuk valamilyen szinten. Tehát, hogy pont az előbb elmondott viszonyrendszernek megfeleltetni egy szöveget, hogy el lehessen énekelni, és dalként is működjön, és akár a refrénje is legyen, ami eredetileg esetleg nem volt, ahhoz egy kicsit bele kell nyúlni. És a rájátszásban az a jó, hogy nyitottak erre a szerzők, vagy hát az írók. Tehát, hogy nem az van, hogy bocs, a szövegem az úgy merev, ahogy van. Tehát, szent és sérthetetlen. Oké, én azt elfogom, csak akkor nem feltétlen fog tudni belőle a dalt csinálni, mert elénekelve meg nem esik jól, meg nincs refrénje, már ha én úgy érzem, hogy a zenei testje ennek az egész dolognak, amit így létre akarok hozni, ahhoz mondjuk szükséges, hogy legyen a refrén. Egyébként mit ölt fel, hogyha már Vilmos így közben köhintett decensen? Vele sokat sétálunk a Gellért hegyen, az egyébként egy tök jó programja lett a napnak most az elmúlt években. Gyalogtávra 25 perc alatt fenn vagyok a tetején, és akkor ott bóklászunk egy kicsit és visszajövünk. Hát ahogy kell elkezdeni, 8-9-10 között, ahogy kedvünk van. Ami még feltöltött, nyilván a zenélés, tehát ülhetnénk most a próbatermünkbe is, de egyébként meg a zenélés az utóbbi időben sokkal inkább az a kis szobában zajlik, ami ott van a másik helyiségében ennek a lakásnak. És az is feltölt, ott egy kicsit babrálni, maszatolni és kísérletezgetni mindenféle új dolgokkal. Január elején jelent meg új lemezetek az Óriással, és ezzel kapcsolatban is az volt a fő üzenet, hogy a komfortzóna elhagyására törekedtetek. Ez mit jelentett pontosan? Ez azt jelentette, hogy az Óriás is egy kicsit benyugdíjasodott, vagy belaposodott olyan tekintetben, hogy szerintem izgalmas dolgokat csináltunk, de az eszköztár, meg a metódusok, ahogy dolgoztunk, ahogy próbáltunk, ahogy dalt írtunk, az mind gyakorlatilag maradt nagyon hasonló. Ami nem feltétlen baj, mert egy AC/DC is akár 40 éven keresztül is csinálja ugyanazt, és tök jó, és sokan szeretik, és mit tudom én, csak én meg úgy éreztem, hogy pont eljött az ideje annak, hogy ezen egy kicsit tényleg feszegessünk, így valós értelemben. És akkor felborítottuk az addigi dalszerzői procedúrát, sokkal inkább az történt, hogy oké, jöttek ötletek, de azokat megpróbáltuk mindig átformálni a dalhoz, tényleg hangszerelésileg a legmegfelelőbb formájába. Tehát, hogy engedjük el azt, hogy mi egy rockzenekar vagyunk, engedjük el azt, hogy gitárzenekar vagyunk, engedjük el azt, hogy én vagy egy nagyon érzelmesen nyakdécselő, vagy egy nagyon férfiasan derékmód üvöltöző valaki vagyok, hanem ennél sokkal fontosabb, hogy ami dalok megszületnek, azok tényleg találják meg azokat a formákat, amiben szerintem a legjobban érzik magukat.